Megtalálta a már régebb óta keresett felnőtt vezető edzőt a szekszárdi fekete gólyák jelenleg MB2-es női kézilabda csapata. Mégpedig házon belül a klub szakmai irányítója Tabajdi Ferenc, korábbi korszakos vezetőedző, ugyanis felkérte az utánpótlásban a serdülőkkel, ifikkel foglalkozó, egyébként nagy tapasztalatú, ambíciózus edzőt, Borbándi Istvánt a felnőtt csapat élére. Aki pályafutása során dirigált már másodosztályú csapatokat a szomszédos Baranyában, például Mohácson is, amely éveken át a gólyák egyik nagy riválisa volt az NB1B-ben. Most újra bizonyíthat az NB1B-ben a második vonalban a szakember. Én Sikóson kezdtem úgymond a szakmát, az edzői pályafutásomat, és ott mind a serdülő, mind pedig az ifi az hozzám tartozott először, és utána lettem csak a felnőtt csapat edzője az NB1B-be. Utána 5 évet kint voltam külföldön a civil életben, civil szakmában dolgoztam, és utána, amikor hazajöttem, akkor kerültem az NB1B-s Mohácshoz, ahol egy kieső csapatot vettem át, akit sikerült az 5. helyre kormányozni az első évben, a második évben pedig 8. lettünk. Utána Kozár Michelinben voltam serdülő első osztályba, ott a cél bent kellett tartani a lányokat az első osztályba, ez sikerült, és utána kerültem ide Szekszárdra, ahol a serdülőt vettem át, és a tavalyi évben, hogyha nincs vége ennek a bajnokságnak, akkor én úgy érzem, hogy odaértünk volna a 3. helyre. A szekszárdi csapat élni kíván a Magyar Kézilabda Szövetség által a közeli napokban felkínált nagy lehetőséggel, a visszalépések után bevállalják a magasabb osztályt. Bízva fiataljai további fejlődésében, a Tolnáról és Mohácsról visszatérő, itteni nevelésűek kvalitásaiban, és a még hozzájuk csatlakozó rutinos játékosokban is. Igaz, érzékeny veszteséget jelentve 3 távozó is van, Tóth Barbara, Fehér Tímea és Bíró Fanni személyében, akik elköltöznek a városból. Nem lesz egyszerű nekifutás számunkra az NB1B. Igazoltunk játékosokat, elsősorban Tolnáról 2 játékost, a Lengyelfalusi Vivit és a Csajko Elizát, hazajött Nagy Tünde Mohácsról, NB1B-ből, kapus. Szabó Jankát szombaton kaptunk választ hazajön, ő is Szekszárdról került el. Őneki a pályafutása egy nagy 8-ast ért le, hogy végre hazaérjen. És Kaposvári Anitát igazoltuk még le, aki dorogi. A 3 NB1B-s játékosunk megvan Stenderből, Nagy Tünde a kapuba. Évek óta NB1-es játékos, Szabó Janka és Kaposvári Anita úgy szintén már évek óta NB1-es játékos, és a Nagy Szilvi, ugye, aki hazai játékos, ő is már fel van vértezve nagyon hosszú ideje az NB1-es tapasztalattal. Én úgy gondolom, hogy ez a 4 tapasztalt játékos tud erőt adni a játékosoknak és irányt mutatni. A többi játékos pedig ugye a Csajko Eliza, Lengyelfalusi Vivi, akik ugye most már korban ott vannak, hogy bebizonyítsák azt, hogy erre az osztályra érettek. A tapasztalatot Tolnán megszerezték a játék lehetőséggel. Itt én úgy gondolom, hogy nagy részüknél, ugye az NB2 és az NB1B-ben az erőben és a gyorsaságban van a különbség. Hát ezt majd az alapozásnál, ezt én úgy gondolom, nem gondolom, tudom, hogy utol fogják érni, és hogy mi is olyan gyorsan és állóképesen tudunk majd játszani, mint ahogy a többi NB1-es klub, NB1-es klub. Az előlétet megalapozó edzések után fontosnak tartja az új felnőtt vezetőedző, hogy a lehető legtöbb edzőmeccset játsszák a rajtik. A sok új játékosból egy a korábbiakhoz képest új csapatot kell összeraknia a trénernek, új taktikát, új játékmódot is elsajátítva. Én úgy tervezem, hogy július 20-án fogunk kezdeni, és a szeptember 13-ai rajtig legalább egy 10 edzőmeccset kell játszani, és kicserülhet teljesen egy csapat. A Szilvi van egyedül középen, aki a régiek közül maradt, a többi az mind új, tehát a csapatot mind védekezőben, mind támadásban össze kell szoktatni. Egy más rendszerben szeretném játszatni a felnőtt csapatot. Az NB1-be való visszatérés örömhír a szekszárdi kézilabda kedvelőknek. Jó eséllyel újra megtelhetnek a széksorok kézilabda meccsokán a városi sportcsarnokban.